Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Pickout Bum Zónájában egy megújult podcast-szerű bemutatkozó műsorral. Szeretettel köszöntök minden nézőt és hallgatót, és szeretném köszönteni Gró Flórántot, a Bősi Kempo MMA és BJJ Klub főedzőjét. Kicsit érdekes a szituáció, köszöntelek otthon! Sziasztok! Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit! Igazából tényleg nagyon érdekes a, a helyszín meg ez a új próbálkozás nyilván azért is, mert hogy otthon vagyok, így is, úgy is, tehát a küzdősport világában is, meg, meg itthon is az öltözőben jó kis autentikus helyszínt választottatok, úgyhogy köszönöm. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Amire én igazából rá szerettem volna térni, ami, ami, ami téma engem valójában érdekelt, amit még nem hallottunk tőled, ami még, amit még nem vesézett ki senki, és ez a, ezek azok a háttérmunkák, ez a színfalak mögötti témák, amik, amik még nem voltak, amiket valójában nagyon kevesen látnak. Azok az emberek látják, akik itt vannak veled, velünk együtt edzenek, készülnek, de akik csak elmennek egy versenyre, és megnézik az adott versenyzőt bárhol, bármilyen szinten, ezt nem tudják, nem, nem látják igazából, hogy mi történik. Tehát ez, ezzel is kezdeném az egészet, hogy jelenleg mi a funkciód a klubban, és mi az, ami a legtöbb energiát veszi el tőled? Hát igazából ez egy nagyon érdekes és hosszú téma is lehetne, és nem csak a küzdősportra így most, hogy meglepti ezzel a, ezzel a kérdésekkel, ez egy új, új történet. Ez bármelyik sportágra jellemző, akár bármelyik sportágot nevezhetünk, nem csak küzdősportot. A háttérmunka, ugye a háttérmunka egyik leges, leges, legfontosabb, úgy gondolom, azt összerakni igazából, hogy egy, egy sportoló, tehát egy küzdősportos, vagy akár egy foti csapat, kosárlabda csapat, az a háttérmunka, amiket ugye mind a klubokon belüli vezetőségi tagok, tehát az elnök, alelnök, főedző, edzők, stb. Ez egy nagyon-nagyon nehéz, összetett és hálátlan munka. Ahogy hálátlan, már többször beszélgettünk, hogy sokszor az edzői munka is hálátlan, de, de a vezetői munka is hálátlan, mert sokszor se a és sokszor még a sportolók sem tudják azt ott, hogy ez mennyi munkával jár, meg mennyi szenvedék kell ahhoz belerakni, hogy, hogy egy adott klub, hogy egy adott élsportoló úgy működjön, ahogy működik. Nagyon-nagyon sok sportoló, sportvezetőt meg lehetne erről kérdezni. Nyilván ugye én szerepem azon kívül, hogy ezt a klubot megálmodtam valamikor a 90-es évek végén, és fiatalon belemertünk vágni olyanba, amiről azt se tudtuk, hogy mi az. És csak úgy tudtuk, hogy éveken keresztül tanulgattuk, építgettük, fejlődtünk, sokszor lenyelve békát vagy, vagy így nem is, hogy fejlődtünk, sokszor szenvedtünk is igazából, mind az anyagiak előteremtése, hogy nem tudtunk eljutni egy versenyre, még egy versenyre, nagy nehezen összeszedtük. Ugye ez a háttérmunka, ez igazából nálunk most már abból áll, hogy előteremteni az anyagi feltételeket, az az egyik, ugye? Előteremteni azt ott, hogy egy klub úgy működjön, hogy zöggerőmentesen nem csak a versenyekre, hanem magában a hétköznapok is zöggerőmentesen zajlanak, ami logisztikailag is nagyon nehéz feladat, ugye, mert a mi klubunk is ugye áll MMA-ból, Brazil Jitsu, Box, gyerektől felnőttig, ezt logisztikailag le kell, le kell úgy vezényelni. Ugye főleg a gyerekeknél nem lehet azt, hogy, ha az edző egy gyerek számára egy, -egy tehát egy példakép, ami azt jelenti, hogy az edző egyhogy nem késhet, még ha csak késik, az még hagyján, de, de az gyerek számít rá. Tehát ő, ő neki, hogyha nem megy az edző, lassacskán összetörik, vízik benne, felnéz rá, és ezt úgy úgy le kell úgy kell, le kell koordinálni, hogy tényleg nem csak sportolókat nevelünk, hanem embereket. Olyan embereket, akik, akik ha nem is a sportban, legalább az életben valamit adtunk nekik, ami előbbre viszi, ez akár a munkába, az akár a suliba, és ez, 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 ez a háttérmunka, ez nagyon is felelősségteljes. teljes. igen, és egy következő kérdésem is ezt takarja, hogy hogy bírod ezt az iramot, hogy bírod ezt a logisztikát? Vannak esetleg ö, olyan dolgok, amik, amik amiket másra bízol, hogy fogadják ezt a, ezt a gyerekek, a sportolóid, hogyha esetleg vannak segítőid? Elházad. De mit félre, félretéve? Igazából ez most már egész jól alakult. Tehát amikor elkezdtük a 2000-es évek elején ezt a klubot felépíteni, akkor ugye vonattal, a saját személyautóval, edzések mellett készültünk a versenyzésre, és most már, ezt most már a, úgymond uh, kinevelt idézőjelben mondom, kinevelt edzőink lássák be igazából, hogy ez a feladat, hogy versenyezni is, edzősködni is, meg még koordinálni is az egész klub életét. Uh, hát ez, ehhez hozzáfűzve annyi, hogy most már uh, nekem egy nem, nem, nyit, nem tiltott uh, álmom volt az, hogy a klubot úgy kineveljem, hogy mert régebben, amikor eléggé személyi központú volt. Tehát sokszor egy klub eléggé személyi központú, főleg küzdősportklub. Arra az emberre alapoznak, aki vezeti a klubot, felnéznek rá, követik, hogy tényleg tiszta szívvel, lélekkel irányítja a klubot, szervezi a versenyzést, adja át a tudását, szívét, lelkét. Ugye azt szoktam mondani, hogy, a, hogy a szíveden a, a, azt a harcost, tényleg beláteszed, tehát a, az a jó edző, aki belerakja a lelkét, szívét a tanítványaiban, meg a klub életébe. Nyilván ez kimerítő, sokszor kell feltöltődni, sokszor kell eh, ahhoz, hogy te tudja adni, ahhoz neked is tele kell lenni, mert ha egyszer idővel lemerülsz, akkor ezt a tanítvány is megérzi, és nem tudsz adni se magadnak, se a tanítványok. És ehhez hozzáfűzve, igazából nekem nem egy eltökélt célom volt az, hogy a mi klubunk, ugye most már 20, Négy éves, lassacskán, ha jól számolom, 2020 most már igen, 24 éves. E, igazából e, kezd most már felnőtt korba lépni, e, kineveltünk olyan e, srácokat, akik most már az edző elkezdik felfogni az edzői lét mi voltját. Ez azt jelenti, hogy e, tudnak a saját magukból nem csak önmagunknak adni, hanem a társainak is, meg a tanítványainak is ami nagyon fontos, és ezáltal nekem most már kicsinkot nem azt mondom, kevesebb a dolgom, hanem átértékelődik a, a munkám. És ez, ez, most a legutóbbi évzáron fejeztem ki egy ilyen hosszabb monológba az évzáró beszédembe. Igazából, hogy nagyon szépen köszönöm az edzőknek, meg azt, hogy már kezdik fölfogni, hogy igazából mire épül ez a klub, és hogyan tudunk tovább fejlődni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ne csak követők legyenek, meg edzők, hanem ér, értsék is a klubnak a mondani valóját, a, az életvitelét, a lelkiességét. Ugyanúgy, ahogy elmondtad, hogy egy, 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 küzdősportolónak is megvannak azok az emberek, akiket követ, ugyanúgy átél magasságokat, hullámvölgyeket. Ugyanúgy te is, mint főedző, gondolom ez alatt a hosszú időszak alatt azért áttértél rengeteg sok hullámvölgyet. Mi az, ami motivált mégis, hogy ezt ilyen hosszú ideje és ilyen nagy lelkesedéssel csináld? Mi az, hogy motivált? Ez nagyon sokszor fölteszik ezt a kérdést, mi az, hogy motivál. Igazából ez az életem az, az első. Tehát, hogy aki az életét éli, próbálom megélni az életemet. A másik motiváció ugye a szenvedély, a szív és a lélek, meg a küzdősport, tehát a szeretete. Tehát ezt, ha valaki ebbe belecsöppen megszereti, az örökké szenvedélyévé válik. Voltak nagy hullámölgyek, Mind versenyzőként, mind mind edzőként, klubvezetőként, főleg akkor, amikor klubvezetőként nem jutsz el egy versenyre, vagy a verseny nem tud eljuttatni olyan versenyre, ami őt előbbre viszi, még a klub, klubot, vagy pedig sokszor voltak vereségek, amikor eh, so, az edző magáénak is eh, tulajdonítja a vereséget, főleg aki tényleg szívét, lelkét beleteszi, eh, ott vagyok minden edzésen, és tényleg eh, Többet várok el attól a versenyzőtől, mind amit nyújt. Ha már én ott vagyok minden áldott nap, és ő egyik nap nem jön, nem teszi bele. Tehát ez minimum azt a dolgot, amit én meg tudok csinálni, azt elvárom a, a tanítványomtól. Tehát nem várok el többet, mint amit én véghez tudok vinni. És sokszor ugye ez nem jön össze, vagy a munka, vagy a suli, vagy a nem akarás, vagy a fáradtság, a kifogások, a mellébeszélések és ez ilyenkor bántó, ilyenkor nehéz ezeken túltönni, főleg, hogyha vereség van, okolom magamot a vereségekért, okolom magamot a kudarcokért. Nyilván az a fajta ember van, vagyok, tehát ha lekerülünk a padlóra, ugye K.O. által, mint az életben, mint a vereségek, mint a kudarcok, mind, ugye a valóságban, hogyha leütik a tanítványt vagy, vagy engem, azt szoktam mondani, hogy mit keresünk mink a padlón, egy, hogy nem odavalók vagyunk, kettő, meg a padló hideg van, álljál föl. Tehát, láni állni, menni kell tovább, és ha azt érzed, hogy ez a, ez a utat, ez a szíved, lelke, ez a küzdős volt, ez a szereted, ez a szenvedélyed, akkor viszont ez motivál, ez visz előbbre, menni kell tovább, csinálni kell, küzdeni, harcolni, hiszen harcosok vagyunk. Ö, igen, és van, van egy olyan része ennek, hogy elkezdődik egy versenyfölkészülés. Tehát van a klub, megy a klub, mennek az edzések, de bejön az, hogy jön a versenyszezon. itt vannak a versenzők, szétozhatjuk ugye málasan. Ö, több, több mint húsz éve azt is, hogy profi és amatőr versenzőkkel is foglalkozol. Hogy építesz fel egy versenyfelkészülést? Mi az a, mi az a háttérmunka, ami, amivel többet kell tenni, akár neked, akár a segédedzőknek, akár annak az embernek, aki arra az adott versenyre készül? Legyen az amatőr, profi, MMA, jitsu, birkózás, box, bármi. Helyen, a legfontosabb ugye az, amivel legkevesebb van az a idő. 100. azt tudja az ember legtöbbet, hogy ezt kell fel, feláldozni legtöbbet az idejét. Ugye sajnos munkanélkül nincs eredmény. Akármilyen tehetség valaki, azt szoktam mondani, hogy lehetsz a tehetséges akármennyire, de ha nem teszed hozzá megfelelő munkát, az a tehetség idővel elvész. Az azt jelenti, hogy muszáj, muszáj időt rászállni, muszáj szenvedni, felkelni korán, beülni az autóba, vagy a kerékpáron lejönni, edzeni, és ezt a, ez a háttérmunka, hogy az edzőknek is plusz az edzőtársaknak is kell jönni, lejönni. Ugye maga bajnok senki nem lett. Az, hogy maga zsákolgat, meg súlyozgat, attól még bajnok nem lesz. Egy darabig az lehet, hogy viszi előbbre valamennyi, de edzőtársok nélkül és edzők nélkül ez, ez, ez nem működik. Ugye ez a háttérmunka, hogy le kell jönni a terembe, napi szinten feláldozni a sokszor ugye a családi, családi életet, ugye, amit nehezen értnek meg a barátnők, testvérek, szülők, gyerek, stb. Ami nagyon-nagyon nehéz dolog mindenki számára. Ugye ez is egy háttér dolog, kell hozzá -e a versenyzőnek, mind meg az edzőnek egy jó, olyan családi háttér, meg nyilván nem rossz az anyagi háttér sem, amire a profiknál majd mindjárt visszatérünk. Ugye ez is kell hozzá ez a háttér, hogy nyugodtan, tehát egy, egy versenyző és egy edző akkor tud jól működni, ha a nyugalom van körülötte. És ezt a nyugalmat, azon kívül, hogy az ember önmagában is meg kell, hogy találja, kárnak a külső behatások, tehát a család, a munka, stb., hogy úgy tudjon valaki felkészülni a versenyre. Ugye nálunk ez a profi dolog, ez annyira, annyiba nyilvánul meg a profi dolog, hogy indulunk profi versenyeken, de azt lehet mondani, hogy igazából profi versenyzőnk az úgymond nincs. Szlovákiában a küldősport, még eléggé gyerekcipőben jár a profi versenyztetésben. De ugye látunk az a pár profi versenyzőt, de szerintem meg tudom számolni egy kezemen, hogy hány klubban van profi versenyző. Igen, én a profi versenyeztetésre céloztam ezzel, nem azokra az emberekre, akik ebből élnek. Itt a mi a különbség a felkészülésben? Tehát mi, 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 teszel-e különbséget egy amatőr és egy profi versenyző felkészülésre? Mert sokszor ugye együtt edzenek, edzünk, velük próbáljuk keverni ezeket a sportágokat, főleg egy ketrecbe készülő versenyzőnek. Vannak-e ott különbségek a te általad elvár dolgokban is? Igazából én nem. Tehát én, én nem várok el se profi, se amatőr Nyilván a profitól annyiból várom el, hogy valamivel többet tegyen hozzá, főleg ha valaki egy MMA-ról készül, Más, más, inkább azt mondom, nem is a többet, hanem más, más várok el tőle. Tehát aki egy profi, aki pénzt akar ebből keresni, azzal a versennyel, tehát ennek még többet kell, hozzá, még többet kell hozzáadni, és még több áldozatot, áldozatot kell hozzáadni. Úgy mond, ugye ez, amit mondok reggel este, hétvége, stb. lehet, hogy akkor éppen a munkáját, vagy a sulit egy kicsinkot fel kell, vagy a családot áldozni ahhoz, mivel ebből pénzt akar keresni. Ezt elvárom. De viszont ö, nem várok el, tehát én mindig azt mondom, hogy aki belép ebbe a teremben, a szívét, lelkét hagyja ott. Így is, úgy is. Ki ennyit tud, ki annyit tud. De azt látom egy profi versenyzőn, vagyis egy profi versenyre készülő versenyzőn, hogy ö, neki ettől többet kell beleadni, mint aki a suli vagy a meló mellett el akar indulni egy amatőr versenyen először vagy másodszor nyilván. Tehát az embereket nem azt mondom kategorizálni kell, de meg kell ismernünk edzőként, csapatvezetőként, meg kell ismernünk a, a srácokat annyira, hogy kiből mennyit lehet kihozni, és ki mennyit kell nyújtani. Minden helyzetben nyújtsa a legjobb formádot, ugye van egy kempóval ez a mondás, tehát itt is ezt kell, ez kell nyújtani, hogy minél tovább tudjuk feszegetni a határokat. Ugye a fizikai határok végesek, de folyamatosan lehet kitolni egészen a végletegig, a lelki határaid azok végtelenek, és ezáltal tudjuk kitolni ki ki a fizikai határainkat. És ez minden emberben így van. Tehát, hogyha lelkileg erős valaki, és tudjuk fejleszteni a lelkileg, akkor a fizikai határait tovább tudjuk tolni, mint amit ő gondolná. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és főleg a profi versenyzőkre, ha visszatérünk, nekik, mivel pénzt akarnak ebből keresni, még többet kell belenyújtani, mint aki egy amatőr versenyre készül. És a legfontosabb dolog mindegyiknél az a legelső, hogy úgy engedem versenyezni, ha már kettőt harcról beszélünk, hogy, tehát az mma hogy a, sér, tehát a sérülés a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy úgy jön ki az mma egy küzdelemből, hogy ne sérülsz, Tehát annyira legyen felkészülve, hogy nyilván előfordulnak a sérülések, hogy ne legyen maradandó. Tehát élvezze, amit csinál, ha nyer, ha veszt, abból tanuljunk, mindig nyerjünk. Ha vesztünk, ha vesztünk, akkor is nyerjünk, és menjünk tovább, hogy tudjunk tovább dolgozni együtt. Igen, ez érdekes ez a sérülés, amikor ezt a sérülés szót említetted, Picit más irányba indult el az én nekem a gondolatmenetem. Vannak lelki sérülések is, tehát veszteségekből nem csak fizikai sérüléssel lehet kijönni. Mi van, hogyha egy versenző úgy jön le, hogy lelkileg sérült meg ezzel, azt értem, hogy ő megtörni látszik. Van, vannak valami olyan eszközök, vagy olyan, olyan dolgok, amit, amiket te hasznosítani, vagy használni szoktál annak érdekében, hogy ez ne történje? Meg persze, tudom, ott van a profi felkészülés, hogy az az ember azt érezze, hogy mindent kiadott. De akkor is történhet olyan, hogy úgy jön le valaki egy pástról, vagy egy, úgy jön ki a ketrecből, szorítóból, hogy azt mondja, hogy én ezt már nem akarom többet csinálni, mert ez is ezt történt és tudom azt tapasztalatból is, hogy ebben a klubban is többször sajnos előfordult ilyen, és hogy ezeket edzőként, főedzőként, klub, klubvezetőként hogyan tudod kezelni, hogyan próbálsz segíteni, vagy elengedni? Hát igen, ez a sérülés, a lelki sérülés, ugye. A küzdősport ugye az mutassa meg legjobban a valóságot, a lelked valóságát, ugye, már egy pofont kapni egyből visszaránt való életbe, akárhol is tartasz az, hogy egy jó küzdelemre felkészülni, nem elég fizikailag, ugye kell lelkileg is. Ugye ez nagyon nagy egóharc magába, tehát minden ember küzd a saját egójával, viszont ezt, amikor te belépsz a pástra, kiketrecbe, ringbe, stb., ugye az egóharc az belődől el. Elkezdesz harcolni, igazából sokszor a legtöbb nem az, hogy az ellenfeled győz le, hanem önmagadat. Nyilván, ha valaki lelkire sérült egy mérkőzés után, akkor önmagában vannak valami problémái, és nem sikerült legyőznie. Vagy megmutassa a küzdelem aztot, hogy hol is tart igazából lelkileg, hol tart az egója, és hogyha a lelki, a lelkileg sérült, tehát magával az egója is sérült, tehát azt megmutatta azt, hogy rá tud világítani egy-egy küzdelem, hogyha fölismeri. Tehát tudod, sokszor az egó belebeszél a lelkiségbe már, mert ez így kellett volna, meg ez, meg, meg lebeszéli. Tudod, az egó mindig magunk, magunk ellen beszél. Vagy vagy fölnyom oda, ahova nem tartozunk még, vagy lenyom és megmagyarázza azt ott, ami, ami még nincs. Tehát kimagyarázzuk saját magunk ö, ö, vereségét, és itt van igazából az a történet, hogyha egy vereség van, bele kell helyezni magunkat abba a szituációba, és meg kell látni azt ott, ahol tartunk. Tehát ha, ha fehér, az fehér. Tehát nem tehetünk hozzá, hogy ez tört fehér, most ez, most az, kibeszélni, és ez a ego. Vagy pedig amúgy nyertem, van ez a szöveg, és akkor elkezdi magát hitegetni, holott nincs is ott, ahol, 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 ahol ő hiszi magát. És ezért jó igazából a küzdelem, mert a valós helyzetbe tud rántani, hogyha odafigyelsz magadra. Hogyha befele tud figyelni, ha nyertél, ha vesztettél, helyén kell kezelni a dolgokat, én azt gondolom. És igen, sokszor vannak olyan, ö, mikor elmegy az ember, elmegy a versenyzők ö, küzdeni, kikap és elege van, stb. Ő úgy gondolja, de akkor felteszem azt a kérdést, hogy mit tettél bele? Meg el tudod végigmondani, hogy mennyi mindent tettél bele. És akkor elkezdi mondani, de ezt mondom, magyarázat, de itt, itt vannak hiányosságok, itt még bele kellett volna tenni ezt, bele lehetett volna teszteni, és megbeszéljük azzal a versenyzővel igazából, hogy mit tett bele nyilván akkor, hogyha ezt akarja oldani. Mert sokan az van, hogy én nekem elegem van, én már nem fogom csinálni, és eltűnik, és nem is beszélni meg. És az a baj, ezek az emberek vannak igazából lelkileg valahol sérültek. De hogyha elkezdjük és kibeszéljük azt, hogy igen, volt a hiányosság ebbe, ebbe, és még ebbe, és ehhez nem tettél még, egyes fölkészülés alatt még nem tetted bele ezt, tehát ez úgy gond, és akkor igen, belátja, hogy, hogy na még ez hiányzott. És, és aztán kell eldönteni, na akarom -e még csinálni, bele, oda, hozzá tudom csinálni, tenni még azt, ami hiányzott a felkészülés alatt, attól függetlenül is kikap, lehet, ki lehet kapni de ki lehet kapni, mert jobb volt a másik, ennyi, ennyi volt bennem. Sokszor két nagy versenyző között, amikor küzdenek, azok a pillanatnyi helyzetek, pillanatnyi lelkiállapot, pillanatnyi, mikor éppen nem figyelt oda, és egyedné -egy az a másik, épp azt használtuk, és kettő egyre nyert. Jobb volt a másik, ügyesebb volt, kicselezett, stb. El kell ismerni. De, ha így állsz hozzád, én sokszor most jöttem rá utóbbi versenyemén, hogy kintről kell magadot figyelni. És ha sikerül kintről figyelni magadot, akkor élvezed. Volt egy olyan szituáció, hogy előző héten mutattam egy technikát, és belekerültem én abba a szituációba, és le kellett kopognom, és már azon nevettem magamban, hogy hoppá, mondom, nem erről beszéltem, mondom, na ezt ne csináld. És akkor az annyira jó volt, mert élveztem, és tudtam, hogy na, itt a hiba, és tudom azt, hogy hol hibáztam, hol Elmagyaráztam, megcsináltuk százszer a technikát, és én beleszaladtam, és ö, megmutatta élet, hogy na, tudod, jól tudod, de még hiányzik valami. Akkor ezen kell javítani. És ugyanaz van az összes küzdelemnél, hogy ezen tudunk, mindig lehet, de hogyha valaki úgy jön ki, hogy én ezt már nem csinálom, akkor igazából nem akar önmagávól szembesülni, nem akarja fölismerni a saját hibáit, és ez az egó. Az ego, igen, tud lehúzni, hogyha vesztettél, de tud lehúzni akkor is, hogyha az, illető nyert. Ó, van, van, olyan is, hogy lejön az illető, jól csinálta, amit csinált, megnyeri az adott meccset, és te mégis lecseszed? Nagyon. Volt nem egy példa az elmúlt évek alatt, hogy volt ilyen, hogy nagyon ügyes a srác, nagyon ö, tényleg letarolta a, a másikat, és egóval, hogy ő most már bajnok, stb ami valljuk be, az élsportba sokszor kell az egó. akkor jó az egó ilyenkor, ha tudja az illető használni. Aki nem tudja és egózik, 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 na az, hogy nagyon nagyot Vagy, na jó Isten, vagy bárhogy is nevezhessük, a, 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 a univerzum meg fogja állítani egy sérüléssel, simán, vagy pedig lesz egy veresége, és önmagát állítja meg, mert hogy lelkileg ráismer is arra, hogy ő lelkileg sérült. Tehát nem is annyira jó, mint amennyit egója elképzelhetett. Tehát elképzelhetett vele. Tehát épp azt mondom, hogy az egó sokszor elképzelheti veled azt, ahol még nem is vagy. És hiába győzött le ezt, azt, amast, és sokszor ugye ez, ez szokott lenni az elméletem, olyan főnix elmélet, hogy a tehát sokszor ha igen, szárnyal, akkor vissza kell húzni, hogy helyére rakjuk, vagy ha, alak, ha nagyon lent van, akkor fel kell emelni önmagához, hogy a helyére, helyére kerüljön. Tehát akkor a nyereség-vesztesség mellett a sérülés, amit a legtöbbet emlegettél, mivel ismerlek, ezért tudom, hogy rengeteg sok sérülésen, műtéten, mindenem vagy te is keresztül, amin keresztül mentél, mégis még csinálod. Van az a lelki, fröccs, amit sérüléskor azt mondod magadnak, hogy na jó, ez most megtörtént, de megyünk tovább, vagy te is többször voltál olyan szinten, hogy jó, valamiből engednem kell. Ö, hát az én, én tudtam, ugye mivel mínuszból kezdtem, azt szoktam mondani, ö, tehát hallásérügyén kezdtem, stb., tehát ö, eltiltottak a küzdősporttól, meghallották orvoskégynek át a hajuk, mikor elkezdtem birkózni, hogy többiről ne is beszéljünk, mikor már ütötték a fejemet, és a, viszont nálam volt egy ilyen dacos dolog, hogy én azért is megmutatom, hogy ki vagyok. Volt mindig egy vízióm, tehát én ebből nem is engedtem soha. A, amikor jöttek a sérülések, első lépésem mindig az volt, amikor rájöttem arra, hogy mi okozta a sérülést. Tehát vagy túl előre mentem, túl hajszoltam magam, vagy az egóm mutatkozott meg, hogy akkor is megmutatom, de már akkor már nem kellett volna megmutatnom, és elszakadt a keresztalagom, mert minek vissza lehetett volna lépni. Pont egy ilyen viaszatos tévés, mert már mérkőzésről beszélek, amikor elsőt nyertem, akkor a más, akkor is én megmutatom, és elszakadt a keresztalag, például, és akkor fél év kihagyás, meg minden. Ami úgy persze letörő az embert, mert sok munka volt benne. De viszont, de viszont engem valahogy ez nem is tudom, nem hátráltatott annyira. Nyilván pillanatnyilag voltak megtörések, nem is saját magam sérüléseim, mikor, mikor, mikor mások nem tettek bele annyi munkát, mint amit én beleteszek, mikor reggeltől estig vagy a teremben és szolgálatába állsz mindenkinektől, a két-három versenzőnek, és azt viszont nem tudom elviselni a linkséget. Meg a nem törődődésért, hogy jó, már elmegyek, most bunyózok. Nem, tehát Ez ez számomra nem mérve volt. Tehát tényleg tegyünk meg mindent, és ilyenkor azért letör, letört az ember. De a saját sérüléseim annyira nem, a saját sérülésem a, a, az volt jó, mikor már eljutottam arra a pillanatra, mikor már tudom, hogy miért sérültem meg, tehát felismerem, hogy hol tart az életem, és ehhez nem kell, nem kell a küzdősport életet venni, a magánéletből is hozhatsz magaddal valamit, ami sérülést okozhat, mind lelkileg, mind fizikailag. Vagy pedig nem tudsz annyira felkészülni, mert már magánéleted nem volt rád be, ez is nagyon fontos dolog, erről is lehet beszélni reggelig. Ez mind összefügg, ez egy kör. Ez úgy, a, a nem hív életlenül a küldősporomban, a busidó kör, az élet is egy kör, a nap is egy kör. Tehát minden kezdődik végezés, újra kezdődik véget sosincs vége ennek a körnek. Tehát ez folyamatos tanulás, folyamatos élet. Élet magában egy, egy kör, tehát ezért mondom, hogy a, a sérülések, a lelki sérülések mind értünk vannak, értünk, dolgoznak, azért, hogy fölismerjük magunkat, és ezáltal jobbak legyünk. Tehát minden értünk van, ez ahogy beszélünk, ez ahogy mi is beszélünk. Ugye minden beszélgetésből jobban jövünk ki, remélem tudok adni ezzel motivációt bárkinek, magamnak is, de sokszor ugye beszélek, és ugye van egy pár podcast, vagy, vagy az interjúk által visszahovason, meg minden. Ugye azért vannak motivációk ebből is, meg akkor... Vannak évekkel ezelőtti riportok, akkor is ugye megnézem, ú, akkor így gondoltam, és akkor visszagondolom, hoppá, mennyit lehet tanulni belőle. És ugye erről, erről is szeretnénk beszélni, valójában minden sport, és nem csak a sportról beszélünk, minden dolog egy és ugyanaz összeér, azért, hogy te valamilyen szintre eljussál és beteljesítse az életedet. És most úgy kicsit kitértünk a sérülésekre, ami nem is annyira mérvadó, de ezek valójában előbbre visznek. Értem, de mint főedzőként, meg edzőként, valamilyen szinten feladatod az, hogy ezeket a sérüléseket minimalizáld a, a tanítványaidnál, esetleg tanácsokat adj nekik. Személyes tapasztalattal fogom mondani, én is egy sérüléssel jöttem ide hozzád. És, és te azt mondtad, hogy gyere, megoldjuk. És azért tudtam, azért bíztam, mert mert, mert te adtad nekem azt a lelki erőt is. Ez az, ami szerintem edzőt és edzőt is meg tud különböztetni. És ez az, amit tovább viszel. Ez az, amit én is tovább viszek általad. És sokkal fontosabb volt az a két szó, mi, hogy utána megcsináltunk száz fekvőt vagy bármi mást. Tehát, hogy te igyekszel ezt is magas szinten, magas szinten űzni és a tanítványaidnak is ezt átadni, és szerintem nagyon nagy szüksége is van ezeknek a sportolóknak, főleg akik ketrecbe vagy profi szinten akarják ezt művelni, mert enélkül, és főleg a tapasztalataid nélkül, ha te nem osztanád meg ezeket a tapasztalatokat, akkor ez szerintem nem fejlődne tovább. Hát igen, nálunk, tehát igen, nagyon fontos az az a edzőnek a személyisége, a lelkiessége, hogy mit tesz bele, vagy mennyit tud átadni, mert vannak jó edzők de viszont nem biztos, hogy át tudja annyi, annyi, a lelkét, vagy, vagy pszichológusként, sportpszichológusként viselkedni, ami nagyon nehéz dolog. Nálunk sajnos a nagyon gyerekcipővel jár a sportpszichológus szakma, pedig nagyon szükség lenne rá, főleg a mai világban, mert annyi, annyi minden éri, éri a gyerekeket külsőleg az internet, meg minden által, hogy egyszerűen, egyszerűen egy tév-tév képet ad az Instagram, meg a Facebook a sportolóknak is a sikereség gyanánt, meg a megfelelési kényszer gyanánt, tehát szó szerint a sportolók megfelelési kényszerben vannak. Már azok a sportolók is, akik nem profik, tehát nem ebből élnek, hanem rendesen belenyomja az internet, meg az ő, tehát a körülöttük lévő emberek a megfelelési kényszerbe, és ezáltal ez is egy okozhat egy sérülést. De amint visszatérve, amint így felvázolt, felvázolt először is, köszönöm a bizalmat. Azt szoktam mindig mondani, tehát én a bizalmat azért szokom mondani, köszönöm a bizalmat, mert ti, akik ide jöttök hozzám, ugye azok a versenyzők, azok a, a klubtagok, bizalmat szavaznak nekem, ami egy nagy felelősség. Tehát én nekem átadja önmagát az az ember, és én nekem ezt gondoznom kell. És ez nagy felelősséggel jár minden edzőnek valamilyen szinten gondozni, és ez a fájó, mikor hálátlan ez a gondozás, mert elmegy, abba hagyja, átmegy másik klubba, nem érdekében nem kapod vissza, nyilván a sok csillogás, mikor a szeretet azért visszaadja. Csak mikor, ez el, mikor jön és elmegy, akkor nem az erősödik, de később rájössz, hogy ez, hogy ez tényleg visszakapod lelkileg a szeretette, mint ahogy most, most amit mondtál. De ez a bizalomra visszatérve nagyon-nagyon fontos, hogy én azt úgy tudjam gondozni, hogy te teljes értékű ember legyél, és maradjál, és fejlődjél. És ez számomra nagyon-nagyon fontos. Tehát én nem csak ütni, rúgni, dobni, földharcozni szeretném megtanítani az embereket, hanem élni, gerinces harcos legyen, próbáljon meg normális emberi értékkel gondolkozni, és ez most nem vagy jó és rossz, mert az egy és ugyanaz, hanem megtalálni önmagába az embert, ami szeretettel, szívvel próbáljon élni, és amit én átadtam neki, mind fizikai tudás, mind lelki tudást az önmagamból, azt önmagára tudja, és a körülötte lévő és a világ számára legyen egy hasznos értékű ember. Köszönöm szépen, hogy ezt ö, így, így kifejtetted, mert szerintem erről nagyon keveset is van beszélve. A másik dolog, ami érdekelne, ugye, a technikával megyünk előrébb. Tehát ott van az Instagram, ott van a Facebook, ott van az összes közösségi média. Ez a podcast is valójában egy közösségi médiában fog megjelenni, és mégis tud értéket adni, szerintem. Tehát valamilyen szinten meg kell találni az arany középutat, mert. mert nem tudom neked erről mi a vélemény, ugye van a régi, a, a távol-keleti, amikor a bezárt dojókban ott az a tíz kis ember edzett magának, meg van a UFC, amit százezret milliók követnek, és igen, van egy megfelelési kényszer, és egyre jobban, mert mindenki kezébe ott van a telefon, ott van a közösségi háló, csak sok mindent nem látnak mögé, nem, lát, nem látsák azokat a dolgokat szerintem, amik, a, amiket az a sportoló amellett átél, hogy van egy csillogás ezt, hogy hogyan kezelni? Edzőként is akár, meg is. Hát igen, ez a YouTube, meg a, tehát megvan az előnye és a hátránya. Tehát sokszor eljutnak olyan dolgok, olyan technikák hozzánk, amit még nem láttunk, vagy valaki más talált ki egy másik technikát, vagy továbbfejlesztett egy technikát, és ugye meglátod, megnézzük a neten is. Viszont ez akkor működhet, főleg egy földharc technikáknál, hogyha már van rá látásod, van rá érzéket, meg ismered a technikának a lényegét, és ehhez kellene az edzők. Ugye sokszor van hallani Youtube edzők, meg stb. Most egy bajobb egyenest le lehet nézni a Youtube-ról. Meg lehet ütni zsákró, vagy bár levegővel zsákról, vagy még emberre is. De azt a kis finomítást, amit az edzők, és akik egész életükben ezt művelik, Na, azt kell hozzá. És plusz az a személyiség, az az a edző, aki úgy el tudja magyarázni, át tudja adni, és el tudja mondani, mi volt ját, hogy hogyan kell megütni pontosan azt a bajobb egyenest, amit a YouTube és a technika nem ad át. A földhatsz technikát, még igazán ne beszéljük. Tehát hiába mondja a világsztár sportoló, hogy ho hova, hogyan helyezze a kezedet, de amikor ott van egy edző, aki ugye azért kicsit elmagyarázza, hogy kicsit, na, a csuklódott kicsit jobban tett bele, vagy, vagy arra a pontra, ahova megfogod, hogy a melyik meridiánt és mit zár el, esetleg belemegy a mélységébe, hogy hogyan fogod meg a folytásnál, mi záródik el, nem csak fizikailag, hogy elzáródik a, a, a légzés, és akkor megfúlad, jó, szuper, az egy dolog. De annak a mi voltját, hogy melyik meridiánt és miért zárja el, és mire jó későbbiek folyamán, már ki lehet a technikából jönni, de már abban egy bizonyos kárt okozta benne, ami lelass, lelassítja a küzdeni akarását. És ezekre, ezekre ez, ez, ezért nem mindig, én nem, én nem szeretem, mikor jönnek a Youtube-ba, főleg kezdők. Hú, ez így volt a youtube on minden, örülök neki, meghallgatom, csak akkor hallgassa meg a véleményemet is, hogy, hogy ezt itt és itt hibázott, vagy hol, 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 hol kéne kiavítani. Jó dolog a Youtube, jó dolog az internetes média, főleg ugye az UFC egy olyan magaslatokba vitte az egészet, bizonyos harcosok által, mert ugye már a 90-es években volt az MMA, meg később éve, ugye, és egyre, tehát amikor mi bunyol, én bunyóztam tévés meccseket, a kutya nem tudta, hogy mi az MMA. Nem is MMA-nak hívták, ugye Ketrec volt, mindegy, hol küzdöttünk, Páston ring ringbe, vagy ketredbe, akkor is izé volt Ketrec vagy, Kötrec, tudod, izé. Verekedtünk. Verekedtünk. Igen, ez a halálom. És viszont visszatérve, voltak hátrányai is, meg vannak előnyei is, tényleg, hogy olyan magas, elismerik ezeket a sportolókat ezáltal. Tehát itt Szlovákiában ugye az oktagon egy, egy brutális nézőközönséget produkál, ami ugye nyilván reméljük, hogy majd a gyerekek, amikor már oda felérnek, már anyagi mi is meglátszódik, mert tényleg megérdemelnék ezek a harcosok, akik most felnőnek, hogy ez a munka, amit belefektetnek a küzdősportba, anyagilag is térjön vissza, hogy nyugodtan tudjanak edzeni, nyugodtan tudjanak élni, megélni a sportágukból, mert az a baj Szlovákiából, ugye van a foci hoki ami igazán megélhető, és ugye van egy-két csapatjáték, mint a kosárlabda, kézilabda, de, de valljuk be, a kosárlabda, kézilabda is nagyon kevés pénzt kapnak a többiekhez képest, és akkor ne beszéljünk a világról, tehát amiről beszélünk most Szlovákiában, ez a pár sportág is el van maradva a világhoz képest, tehát azért lehet bármit mondani, de kisligákban nem élnek meg még a fotisták se belőle. Tehát akkor mit akarunk mi sportosok? Nagyon messze vagyunk tőle. Erre viszont nagyon jó az internet, nagyon jó ez a média, tényleg az oktagon Szlovákiában, Csehországban most nagyon-nagyon felkapott. Tényleg medializálják, járnak a versenyekre, rengetegen több ezeren potporálják, úgymond elősegítik, adják anyagilag, remélhetőleg vissza is kerül a sportolókhoz, ugye ez meg a másik idézőjeles történet, mert ugye voltunk, jó magam is voltunk 2000-es évek közepén kint Csehországban, meg még Ausztriában is volt olyan, sőt Lengyelország volt egy címmérkőzésem, a mai napig még nem adták oda a pénzt, 2007-ben, de Úgyhogy van, voltak ilyenek akkor ugye, vagy a menedzserek, vagy a szervezők úgy valahogy úgy elfelejtették a anyagi vonzatát megadni a profi versenyzőknek úgy, hogy betörött a fejem, még most is látszik, és se pénzünk, se, se, még a kupa se jött meg, de mindegy, és ez még 2007. Viszont erre jó a Youtube, jó a média, jó, ahogy előre haladt az egész, tehát már nincsenek ezek a csalások annyira, nincs mert annyira medializálva van, É, arra is jó, ugye, hogy vannak ezek a technikák, beteszik az eben tényleg egy-két edző, én is figyelem, tényleg nem mondhatom el, hogy nem figyelem, figyelem a edzésmódszereket. Tehát azelőtt ugye volt ez a japán technika. Rendben működött, iskolák, iskolák között régen harcoltak. A, megbérettették magukat, és melyik iskola, melyik, melyik iskola volt a jobb Japánban, Sitorió, a... Sotokán, a, a, a so -ri, so -ri -kempó, aztán később jött az Embukán Kempo, és ezek a stílusok egymást elkezdték versenyezni, hogy ebből kinőtte ez egész magát. Ez nagyon jó. Nyilván kell az ártság is. Tehát azért, azért megnézed, azért nagy klubok nem mindig adják ki. Oké, okay, hogy izé teszik föl, amennyit föltesznek a médiának, pont annyit, amennyi kell, hogy őket reklámozzák, meg legyen az anyagi része, meg, a, meg tényleg köztudatban legyenek, de azért a kell, kell a bezártság is, főleg főleg egy kemény főkészülés alatt megvannak azért azok a bezártságok is, mind lelkileg, mind fizikailag, mert azért megnézed, igaz, hogy már nem jönnek elő, földharcról beszélünk, akkor azért gyitoló, már nem jön elő annyi delaréva technika, hogy így mondjam, ami, ami, ami egy, 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 küzdő, egy más területre technika például, de ki tudja, tehát én azt gondolom, hogy ez véges, és végtelen. Tehát egy egy-egy technikát lehet finomítani, és lehet, hogy kétlem, hogy a balegyeres már nem fogják túl jobban kivesézni, de nem tudhatjuk. Egyenlőre még azt gondolom, hogy a földharc, a Csicuba van az a, az, a, az a potenciál, igen, jó, jó, jó szó, ez potenciál, hogy ott még lehet, lehet kiszolgatni különböző. Innen most már ötvözete kombinációja lehet, ami, ami, ami még működik, és erre viszont megint csak kicsit, ha visszanézik a Youtube-ot, mert azok a nagy harcosok, ők is nézik egymást. Nyilván tanulnak egymásból, figyelik, tehát mai, most, hogy megnézzük egy boxmérkőzést, azért egy, egy Tyson Fury csapata biztos, hogy kivesézi a, a vagy bárkivel, nem tudom most kivel, kivel, fog boxolni. Igen, olyan, ja, úszik, Jézus Mária. úszikkal fog boxolni, az egy érdekes mérkőzés mert lesz. Hát a Fury nem tudja hozni azt, amit, amit tud, a Uszik az le fogja bombázni. Ez nagyon kemény, kemény a csávó, és nagyon figyelik egymást, ez biztos amennyire csak lehet, sőt, köztudott, hogy ugye megfigyelőket küldnek a izékbe, küldnek egyszerű fiatal srácokat, hogy menjenek el a ő klubjukba edzeni. Van, ez működik, tehát ez nem csak a technikai sportágba, Forma egybe, be stb. Tehát ilyen, ez már ekkora szinteken, ekkora pénzeknél működik az, hogy figyelik egymást. És ezért is jó egy kicsinkót még, még, még visszatérve a Youtube meg a média, mert vannak olyan technikák, amiket még lehet finomítani. És ebből fejlődik a sportág igen, ez is az érdekes, amit a végén mondtál, hogy megfigyelik, lefigyelik egymást, tehát ez is egy olyan pozitív része, úgy annak a, a médiának, meg, a, meg, ennek a technikai fejlődésnek, amit én, én, nagyon úgy látok, hogy, hogy előre viszi az, mind a harcművészetet, mind az összes sportágat. És euh, még egy olyan téma érdekelne, ugye jár, jársz profikkal is, vagy profi versenyekre, akkor úgy így mondjuk jársz amatőr versenyekre és amatőr versenyzőkkel. Amatőr versenyekre általában több embert viszel egy adott amatőr versenre, profi vagy félprofi, vagy ketrecbe kevesebbet. Mennyire tudsz foglalkozni azzal a sok emberrel, hogyha egy amatőr versenyre mentek például, mit látsz azokon az embereken? Te látod, amikor kiszáll az autóból, látod, amikor áttöltöztök a profi versenyzőnél, ott vagy végignézed, ami, amiken keresztül megy abban az öltözőben, amit senki más nem lát, lehet, hogy éppen sír, lehet, hogy nevet, lehet, hogy nem érdekli, lehet, hogy ideges, és odáig, amíg ki nem lép, és nem indul a zenéje, addig te vagy vele. Hát ez egy nagyon nehéz feladat. Ez az igazi háttérmunka, ugye amikor, amikor elindulunk a versenyre, az első, ugye előző nap is például egy, előző nap vannak a mérlegelések, ugye akkor is már kérdezünk, vannak ezek a úgynevezett összeállások, ugye hogy néztem, mit éreztél, mikor a szemében nézte, és erről is szoktunk beszélgetni hogy át mennyire volt maga biztos, mennyire volt egoista, mennyire mutatta, hogy ő mekkora csávod, de mégse az. És te hogy érezted magadot, hogy te milyen vagy? Ezeket rengeteget, ugye, meg előtte van még a, esetleg, ha van fogyasztás, na azok egy lelki nehézségek, hogy hogyan fogyja le, hogy fogyak. Ugye ennek szerencsém van, hogy tapasztalatból ezt végig tudom mondani, hogy én akkor mit éreztem, vagy hogy amikor lefogyasztottunk, és hogyan töltünk vissza. Ez rengeteg kommunikáció, és jön a másnap, amikor el kell mennünk egy versenyre, akár többen megyünk, de ez ugyanígy van, amikor többen megyünk a gyerekekkel, felnőttekkel, egy kempó, egy brazil egy grappling versenyre, bármire. Ugye odafele is megvan, megy a alvás, stb., Ezt el kell kezdeni föltűzelni a, a csapatot, ott csapatokról beszélünk, de ha visszatérve beszélünk az egyéniről vagy az mma ról ugye megyünk az amatőrökkel. Az amatőrökkel is ugyanúgy, amikor az úton vagyunk, megpróbálunk akkor még nem foglalkozni az az Tehát teljesen más a téma, a zenehallgatás, stb. megy a téma, nem foglalkozunk, hogy mit, hogyan kellene. Ugye amikor odaérkezünk, akkor kezdődik az igazi munka, amikor mikor a gyerekkoromban is az volt, vagy mikor fiatalon, mikor jött az első drúg, az első gyomor, gyomorideg úgy mond, fú, már itt vagyunk, ma itt a sportcsarnok. De most már munka van, innentől kezdődik a munka. Ugye ugyanúgy edzőként is, na, ma itt a csarnok, kiszedjük az utcainkat, stb. Bemegyünk, a, bemegyünk, megkeresik, elfoglaljuk a helyünket, átveszük, amit át kell vezni, a passzokat, stb. minden. És kezdődik a munka, az átöltözés, hányulik meg a ha többen vagyunk, ugye szétoztani a bemelegítést, ez egy nagyon-nagyon fontos dolgok, amikor elkezded uh, lelkileg rátéríteni a munkára, tehát a küzdelemre, a sportolót, főleg akkor, hogyha épp nincs jó passzban, na, az nagyon nehéz. És akkor elkezded az embert föltüzelni, bemelegítés, időrendi bemelegítés, ha három perces vagy öt perces a, 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 küzdelem, tehát az első menet nyilván, meg a végig az összes menet, akkor ugye indítjuk az órát, mindig perces, olyan bevelejét is kell csinálni, ami az adott, adott versenyre, amire megyünk, tehát MMA, Gitlu, Grappling, és a többi olyan bevelejét kell csinálni. És ez, ez, pontosan időre, tehát három perces valami ugrálok, és árnyékolás, gyűrés, passzovázás, birkózó technikák, jön a beütés, be kell ütni az ember, tényleg, amikor már ezt el kell hitetni vele néha, hogy fel kell tüzelni, hogy Ó, akkor átütöttél mindegy, olyan, olyat rúgtál, mint a ló, fel kell tizenni, és érezni, hogy azt a csattanás, az legyen ott, legyen ott, amikor, na, ez, fú, ez, ez komoly, és tényleg odáig elütetni, hogy tényleg komoly. Tehát amikor már belejut a pont kívvel, na, ez tényleg komoly volt. El kell, iznén, el kell hitetni, hogy bele tudjon nézni a lelkileg is, meg, meg fizikailag is bele nézni az ütésbe. És így elkezdett föltüzelni, és a lényeg a vége felé, mikor már megyünk be, ez a tezenét, ez ezt te vagy otthon, el kell, lelkileg be kell építeni neki azt, hogy ő élvezze ezt. Tehát. És a legvége, ugye, amikor beengeded őt ö, a ketrecbe, on... Mielőtt még beengeded az illetőt a ketrecbe, mindig szokom figyelni, mondasz valamit a mielőtt, mielőtt elenged és odaadod a bírónak az embert, és odaadod úgymond a, a teljes átadás a ketrecnek, a sportnak, a harcnak valójában. Mi az, amiket, mi, mi miket szoktál mondani ott a versenyzőknek? Gondolom, minden eddőnek ez különböző. Én általában azt szoktam mikor mondani, ugye amikor elvégeztük a munkát, azt már kifele is, hogy elvégeztük a munkát, beletettünk mindent most már innentől kezdve már csak egy dolgunk van, hogy élvezzük. Ez meg kifele, amikor megyünk ki a zene és aztán átadom a zenének, élvezze, stb. a zenét is, akarja, akarja azt a győzelemet, és annyit kérek tőle, hogy a, hagyja ott a szívét. Mikor csak a szívet tett bele, mikor áttölelem. Ezzel engedem be a ketrecre, a ringre, a pástra. És aztán ő, mész megőrülni a ketrec mellé. Megőrülök teljes mértékben. Ugye nem egyszer, így, a szenvedélyem, ez a páston, ha a ketres mellett, ha a ring mellett, tehát egyszerűen annyira beleélem magam hogy többször rám szól a bíró. Nyilván, ha többször rám szólnak, azért le kell ülni, most főleg egy profi versenyen, mert ott azért a versenyzőzet szankcionálják, pont büntető és Tehát azért vannak érdekes, tehát voltak régebbről, vagy az én edző, vagy én is teljesen megőrülve, ketre szarabdába szinte már. <laughs> Sőt, ha már lehetett, tehát volt már olyan verseny, volt egy olyan verseny, de milyen viccesen mesélem, nehéz súlyú küzdelem volt. Mind a kettő nagyon elfáradt. Háromszor három perces, azt hiszem, világkupa amatőre már volt. A, az én versenyző volt fölül, egyetlen egy darab volt, egyetlen -egy darab ütés kellett volna csak bevinni. A, az ember, tehát az alsó ember szinte már félig meddig meghalva, fönn volt a keze, és várta a kegyelemdöfést. Az én emberem is annyira fáradt volt, hogy így csak így fölemelte, és mondom, mondom a nevét, hogy légy, mondtam a nevét, nem mondom ki, légy, vagy csak egyet ki, légy, könyörög, könyörög, a ketresz, és a ő fejek között ilyen három-négy centi volt, és könyörögöm, hogy légy, könyörögöm, egyet üssét, de már kell már mondom, én fogom bevinni azt a ütést, de, és, és megütötte egy nagyon-nagyon nagy nagyon -nagyon, bum, és akkor fölemelték a kezét, azt a örömet, amikor kifakadt, meg éri, és fölugorva a kettőrecsen megőrülve, de addig bele kellett könyörögni a ütésbe, hogy létszik, csak ömert kezdett a kezét, hogy már meg, könyörögöm, kélek. De van, vannak, az, vannak, amikor már tényleg olyan, hogy vannak a csalódások, amikor tényleg leléptetik olyan hamar az embert, de, de az extázis, meg, meg és ez a szenvedély, ezt ez, ez, annyira tudom szeretni, és hogyha ezt a versenyző az éli. Akkor jó egy versenyző és egy edző kapcsolata, mikor halljuk egymást. Ez hála Isten nekünk, főleg az Étesavan köszönhető, volt egy, volt egy olyan tematikája, amikor azt hiszem junior szlovák bajnokság volt, ahol 10 súlycsoportból 10 aranyérmet nyert Bős. És olyan tematikát építettek fel itt Bősön, hogy hogy kifele kellett dolgozni az ellenfélnek, hattat, hogy kifele, és az volt a szó, hogy dobd. Kledre a dobd, és mindegy hányan volt az éves és megtanultuk hallani az egyszerűt. És mindig, álmunkból, tehát egy hipnózis alatt, birkóztunk, birkóztunk, dob, pff, már dobta. Mindegy milyen helyzetben volt, ott dobta. És megnyert, mindenki megnyerte az országos bajnokságot, és én is azt akarom átvinni a versenyzőimbe, hogy, hogy mindegy hány ezeren vannak a csarnokban, vagy mindegy milyen dörzs van, ha mellette van több párt, és itt, itt dörzsülnek, ott dözsülnek, csak engem halljon, mert ha együtt edzünk, együtt készülünk fel, akkor kívülről jobban lát az ember. Jobb a szem, jobban lát, kívülről jobb több mindent, és hogyha lépésről lépésre ezt közösen fel tudjuk építeni, akkor már baj nem lehet. Mindegy, hogy eztünk vagy nyerünk, már baj nem lehet. és, és fontos az, hogy ez a szenvedély, amit most így előbb, előbb így elmutattam, és ez, ez, a benne van a sportolóban, és, ezt, és akkor ezt tudjuk élvezni. Ezért élünk, mindegy, hogy nyerünk vagy vesztünk. Ugye van a koronak egy mondása, hogy mindig nyerünk. Ennyi. Tehát nem veszhetünk, és ezért tudunk tovább lépni, tovább építkezni, amíg az utunk közös. Az utolsó kérdést meg nem is teszem fel őszintén, mert az lett volna, hogy megérje, de szerintem már az elmúlt közel egy órában választottál. Az, amilyen szenvedéllyel beszéltél erről az egészről, és amilyen, ahogy elmondtad ezt az egész háttérmunkát, a sztorit, hogy megéri -e ezt, én szerintem a nézők is, és a hallgatók is tudnak válaszolni erre. Hát bízom benne, hogy átadtam valamit, egy kicsinkot ebből a szenvedélyből, meg megéri, tehát valakinek az a útja, hogy zenéjen, zené megéri, meg. Átadja, élvezi. Élvezteti a közönséget, tetszik neki a művészetek, ugyanígy, tehát a rajz, a stb. festészet, a tanár-tanári munka az igazán, tehát ez egy, egy csodálatos dolog. De a lényeg én mindig azt mondom, hogy mindenki találjon meg önmagát, először is önmagát, és azt, amit, amit csinál, teljesedjen ki benne. Bármilyen munka ez, bármilyen életvitel az, ha ki tud benne valaki valaki teljesedni, akkor már megéri. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy a nézőknek, hallgatóknak is tudtunk picit nagyobb betekintést mutatni a háttér dolgokba, picit jobban megértetni azt, amiről ez az egész szól. Köszönöm szépen Gróf Lórántnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen a bizalmat.